Adócsem nem hiányozhatott a majálisról, azonban idén Kiskúton egy nagyszabású kerékpáros felvonulás is várta a résztvevőket. Sokan kihasználták a lehetőséget és bringával érkeztek. A zöldhajtás programot a várossal együtt közösen építettük fel, raktuk össze, úgyhogy mint látjátok, rengeteg kerékpárosunk van, nagyon sokan jöttek ide a helyszínre, csak az interneten több mint 600-an regisztráltak, és itt a helyszínen is már közel 400 regisztrálónk volt, tehát el fogjuk érni azt az 1000-es határt, amit kitűztünk célul. A bemelegítésről is gondoskodtak a szervezők, kicsik és nagyok családok érkeztek a felvonulásra. Bárki indulhat, igyekszünk úgy megoldani, hogy a gyerekeknek is megfelelő legyen a táv, és ugye hát van néhány akadály, Iparhíd például, hiszen Győr négysávos útjait fogjuk végig kerékpározni. Elmegyünk az Ipar utcán, át a Szigeti Attilán, visszajövünk a Szent Istvánra, Városház előtt egy megálló, ott csinálunk egy kis közös bringa emelést, felkiáltást, hogy zöldhajtás, és aztán folytatjuk az utunkat ide-vissza, ahol koncertek várnak bennünket. Ez egyébként mekkora távolság? 9,8 kilométert fogunk így kerékpározni. A rajt előtt egyre nagyobbra duzzadt a kerékpáros tömeg, minden összeállt, és a résztvevők már nagyon várták a rajtot. Jó idő van, kerékpározni szeretünk, sokan vagyunk, jó a buli, úgyhogy mindenképpen itt álljunk. Hogy találtál egyébként a zöldhajtásra? Hát könnyen, mert én a főszervezőt nagyon jól ismerem, úgyhogy ő is invitált bennünket, de nyomon követjük a város eseményeit, úgyhogy erről mindenki tud szerintem, aki szeret kerékpározni. Milyennek tartottad ezt az ötletet? Nagyon jó, nagyon jó. Hát aki sportolni szeret, szereti a természetet, és egy kicsit óvni is akarja a természetet, az mindig kerékpározik, úgyhogy ez teljesen jó kezdeményezés. Azért kihasználjátok majd a programot, hogyha visszaértek, koncertek lesznek, meg egyéb rendezvények? Persze, azt gondolom, egész jól össze lett állítva ez a program, úgyhogy nagyon sok olyan dolog van, ami minket is érdekel, úgyhogy végig részt fogunk venni az eseményeken. A több mint 1000 bicajos pontosan és fegyelmezetten rajtolt el, hogy hangulatosabb legyen a városi túra, a Hoppári együttes zenélt egy platós kocsiról. Platón még nem zenéltünk, voltunk már néhány érdekes helyzetben, de ilyen még nem, úgyhogy mi is nagyon kíváncsian várjuk, hogy mi lesz. Rengeteg kerékpároson, úgyhogy gondolom, hogy a jó zene az feldobja a hangulatot. Azon leszünk, igyekszünk majd jó hangulatot teremteni ebben az elkövetkezendő egy órában, úgyhogy minden jó lesz. A Szent István úton mazsoret felvezetést kaptak a kerékpárosok, majd a Városház előtt még arra is volt energiájuk, hogy magasba emeljék bringájukat, és a zöldhajtás kiáltással hívták fel a környezetbarát életmódra a figyelmet. A rendezvény a kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztés Győrben című projekt keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.